Egy közös csoportkép a barátnőkkel, majd kezdődhet is a felfedező körút. A biológia teremben előkerült egy különleges mikroszkóp, az egyetemi tanár épp a használatát magyarázza. A fiatalok számos tudományba kóstolhattak bele a nyílt napon. Csoportvezetőikkel barangolták körbe a magyar tannyelvű tanítóképzőkar épületét. Különböző csoportokat készítettünk a diákoknak, tehát egy útvonalat terveztünk, amely során fel tudják fedezni saját maguk az útvonal, tehát a térkép segítségével az egyetemünket. Ezeken a bázisokon egy-egy tudományterületet mutatunk be. A legtöbb fiatalt az informatika terem vonzotta. Egy angol fejlesztésű mobiltelefonos program és egy Szabadkán készült különleges ruhadarab segítségével az érdeklődők virtuálisan ugyan, de bepillantást nyertek az emberi test rejtelmeibe. Ezt a mintát mi rajzoltuk, és elvittük egy nyomdába, és úgy nyomtatták rá erre a blúzra, és így nyitja meg az alkalmazás. Egy másik alkalmazás pedig a számtan feladatok megoldásában bizonyult hasznosnak. A végzős középiskolásokat lenyűgözték a látottak. Nagyon sok jó külsős benyomást hallottam erről az intézményről, és nagyon sok ismerősöm ide járt, és hát a színvonal is úgy gondolom, hogy megfelelő. Én a tanító képző felé szeretnék elmenni, de meg szeretném jelölni az óvodai képzőt is. Az idei évben nagy hangsúlyt fektettek a népszerűsítésre. Több időt és energiát fordítottunk a népszerűsítésre és ezre a beiskolázási kampányra, tehát a kollégák eljutottak minden középiskolában, minden 4 éves középiskolában, Vajdaság szinten, ahol magyarul is folyik oktatás. Úgyhogy már dolgoztunk mi nagyon sokat előtte, hogy gyakorlatilag ez a rendezmény megvalósuljon. A tavalyihoz képest nagyobb az érdeklődés. A szombati nyílt napra több mint 40 gólya jelölt érkezett, akik közül többen az óvodapedagógusi képzés iránt is érdeklődtek.